Hát sziasztok, én Blaze vagyok, és amint láthatjátok, ismét FIFA 16 draft, és nem is egyedül vagyok itt, hanem itt van velem Boti. Sziasztok! A mai videóban ketten fogunk draftozni, mégpedig nem is akárhogyan, hanem online, úgyhogy vágjunk is bele. Itt is vagyunk a játékban, bedobott, mert hogy nyilván a játékban már régóta benne vagyunk, de hogy itt a formáció kiválasztásánál. 4-3-3, nekem egyébként ez a kedvenc formációm. Viszont itt ugye kettő védekező középpályást kell választanunk, ami nem tudom, hogy szerencsése. Szerinted melyik legyen? Legyen... 4-2-2, mondjuk az egy olyan elég jó alacat. Úgyhogy legyen ez, mert eddig kettő FIFA draftos videó került ki a csatornára, és mind a kettőben 4-3-3-as alakzatot használtunk, úgyhogy azért valami változatosság nem árt. És bedobja Neymart és Ronaldot ugyanúgy, mint az előző draftos videóban. És a múltkor Ronaldot választottuk, de azért, mert ő inform volt, úgyhogy viszont szerintem most válasszuk Neymart. Vagy csináljunk valami teljesen más csapatot, és válasszuk mondjuk De Bruynt. Ne, inkább Neymart. Neymar jó. Mert hogy nagyon sokszor csináltunk már, mert mind a kettőször BBVA ligás, de hát értitek, most ezt nem lehet itt hagyni, ezt a Neymart. Szóval legyen Neymar. Fekete a színe. Meg hát inform. Ez nem valami rasszista szöveg, csak... Ja, jó, mindegy, majd kivágom, nyugi. Jó, akkor legyen Neymar, és honnan kezdjük a választást? Először töltsük fel szerintem, legyen először a védelem. Rendben, már most 3% egyébként az összhang. Neymar nagyon jobban van magát. Nagyon, hát úgy szereti magát. Jó, bal hátvéd. Megvan. Team of the Year Marcelo. Én azt hiszem... Nekem még soha nem dobott be Team of the Year játékost. Alex Sandrót. Ja, igen, legyen Alexandro, vagy ne legyen Alaba. Nem, Rodriguez meg egy kicsit jobb. Jó. Úgyhogy legyen Marcelo. Akkor jöhet szerintem a közép hátvéd egyik pozíciója. Igazából a sorrend itt annyira szerintem nem lényeg. Ó, oh, viszont itt nincs... de van egy BBVS, viszont ő a legrosszabb. Ezt direkt így csinálják, amúgy direkt, hogy kisorsolják. És brazil sincs, úgyhogy mással nem lesz az hangban Marcelo, úgyhogy szerintem egyenlőre legyen ő. Rendben. Jó, második védekező középpályá, vagyis közép hátvéd pozíciónk. Hát ezt nem hiszem, mert megint nincsen BBVS játékos. Viszont van itt nekünk egy 86-os Koszlenyi, vagy hogy kell mondani? Biztos, hogy így. Hát ez az, ami biztos. A másik csávó az milyen, amit választottunk? Ja, igen, ő egy ilyen meghatározhatatlan nemzetiségű, illetve BBVS. Úgyhogy senkivel nem lesz összhangban, az már most leszögezhető. Viszont legyen akkor az arzenálos közép hátvéd. Szerintem. Hát mindenképpen. Kenterbe veri a többieket. Jó. Akkor jön a jobb hátvédünk. Aha! Oh, ez az! Legyen a BBVA-s, én azt nem mondanám. Vagyok benne biztos, mert hogy legyen valaki jóban a... De az előző... ...a nevű fickóval is. Ő francia. Akkor legyen egyelőre ő? Hát vagy még inkább a Tottenham-es. Tehát Trippier? Jó, legyen Trippier. És mert ő azért mégiscsak ügyesebb. Jó, csak érted, utána majd le fogjuk szerintem valószínűleg ezeket a játékosokat cserélni, de... Na mindegy, legyen egyelőre ő. Aztán majd utána meglátjuk, hogy mint legyen lesznek a dolgok. Kapus. Ja jó, legyen a kapus. Mondjuk egy... Petriche! Túl nagy a kísértés, hogy ne menjünk át izébe. Mi az? Angol ligába. Mondjuk van itt egy Kameni, meg egy Yamandan, de ő nem ott játszik. Viszont francia. Tehát van itt nekünk egy Kamenink, ugye, aki a BBVA ligából van. De... Legyen cseh. Azt mondom. Jó, legyen cseh. Azért őt mégse lehet csak így itt hagyni. Jó, folytassuk akkor a középpálya feltöltésével, ahova ugyanúgy kettő védekező középpályás pozíció olyan, mint hogyha a 4-3-3-as felállást választottuk volna. Átvegyünk szerintem a Premier League-be. Igen, én is úgy érzem, mivel... Hát mondjuk egy Krisztóvák... Nem jobb? De, végül is lehet, hogy hát, jobban hát nem tudom. Egyébként nem tudom. Enzonzi semmiképpen, pedig ő ugye BBVA-s. Nagyon sok francia van most. Ne legyen Schneiderlin? Hát nem tudom, lehet. Vagy menjünk inkább biztosra és Krisztóvák. Krisztóvák oda még jó lenne, csak értitek, akkor... Utána, és hát érted, mindegy, inkább hozzád beszélek, mint jó, a néphez. Szóval, hát nem tudom. És most jön egy nehéz kérdés. Schneiderlin legyen?
Á, szerintem egyelőre menjünk biztosra és legyen kisebb. Rendben. Úgyis meg tudjuk még változtatni. Persze. Legyen iborra. Na, kifejtem. Jó, akkor jöhet a jobb szélső középpályás pozíció. Hát nem jó. Semmiképpen nem jó. Tökéletes. Nem. Ez a csávó mondjuk mutat. Aha, ez mind a kettőjükkel jobban van. Jó, akkor tökéletes. Most mindegy, hogy ő nem a legügyesebb, de nem is rossz egyébként. Gyors. Ja, jó lesz ő ide. Jó, hát, akkor most már csak a kettő csatár pozíciója. Kétséges. Kiléte kétséges a pozíció, az biztos, hogy csatár. Ja, hát igen, ez biztos, hogy csatárak lesznek. Jó, van itt nekünk Vardy, aki elég jó játékos egyébként a valóságban, csak itt nem birtokol túl nagy besorolást. De gyors. Gyors. Úgyhogy szerintem legyen egyelőre Lukaku. Rendben. Jó, és a másik csatárunk pedig... A... Tökéletes. Ez az. Hát, BBVA ligában nincs senki. Van egy Harry Keane, aki mondjuk jó lenne ide. 94-es összhang nem rossz, azt kell, hogy mondjam. Elviselhető. Jó, akkor szerintem legyen Harry Keane. Vagy Giroud. Nem, Keane szerintem jobb. Igen. Jobb, tehetségesebb. Úgyhogy legyen ő. És szerintem, hogyha őket, kettőket megcsérjük, és még hármat nő az összhang. Na. Még így. Csak a kezdő 11-et választottuk ki, de már is 85-es a besorolás, illetve 97-es az összhang. Szerintem ez elég király. Viszont, hogyha megnézzük, akkor nem tudom, hogy melyik, tehát a csapatnak melyik felét kellene lecserélni, a BBVA-sokat vagy az angol ligásokat. Nagyon sokan kezdik innen a leghátuljáról a választást, mert hogy elvileg a cserepadra még minden kategóriából felfér egy, úgyhogy kezdjük innen, szerinted? Rendben. Jó, akkor először a tartalékokat töltjük fel. Ó, Philippe Luiz, de tökéletes. Egy a Bibi vele. Hogy ott van Higuain, aki 80. Nem, az a baj, hogy ő neki pont ez a pozíciója, ami Marcelónak. És Marcelo helyre pedig nem fog beférni. Viszont más játékos nincs, aki nagyon-nagyon jó lenne. Hát csak ő. Hát lehet, hogy majd lesérül. Jó, hát akkor legyen Philippe Luiz. Vagy majd nagyon elfárad eset. Egyébként berakhatjuk majd ide Trippier helyére. Úgyhogy akár az még ott jobb. Úgyhogy szerintem legyen ő. És mivel ő jobb, mint a tatelemes játékos, ezért valamit csak dob majd az összhangon. Hát az összhangon nem. Mert nem az összhangon, hanem a talán a besorolásom. De azon se. Ő egy ilyen játékos azért még nem elég ennyi. Jó, hát igen, változás. Aha, Bale! Bale. Jó. Mármint, nem hogy... Most lenne itt nekünk egy Bartra, akit hogyha felhozunk Kostilényi helyre, akkor még akár jó kis összhang is kialakulhatna. Viszont mondjuk ide egy Bale. Hát az rontani fog, merőben rontani fog. Igen, eléggé rontani fog. De nem baj, megéri. Mert nagyon jó, tehát most a 80-as játékosnál ezerszer jobb. Szóval hozzuk fel ide Bale-t. És tizet ront az összhangon, az nagyon baj, durva. Nem baj, majd viszont körépítjük a többieket. Persze, majd ezt itt valahogy okosan megoldjuk. Okosba. Özil, Di Maria, Martinez. Martinez, mindenképp. Mindenképpen, igen. Szóval ő ide teljesen tökéletes. Most maradt ugyanúgy, mert Béle jobban van viszont. Igen. De nem baj. Kéne egy középhátvéd, aki mondjuk BBVA-ig helyes. Na persze, ilyen nincs. Jó, már csak 5 hely kiadó, amiből azért meg, hát jó, ilyen játékosokkal semmit nem lehet kezdeni. Nem tudok ez mit szólni. Hát... Red Bull. Legyen ő, mert francia. Jó, még 4 helyünk van. Abból azért még össze lehetne hozni valamit, hogyha nagyon, nagyon nagy mázlink lenne. De nincs. Miért nem ad be legalább egy BBVA-sat? Ez így nem lesz jó. Ennek így nem fogok nagyon örülni. Van bárkinek bárkivel összhangja innen? Nincs. Tehát, hogy így akárhogy nézem, nincs. Jó, legyen ő, mert nem tudom. Mario Gaspar, ő mondjuk BBVA-s. Akkor... Hát... Nem tudom. Ő mindenképp. Hát jó, igen, legyen ő. Oké. Okay. Rakjuk be őt a közép hátvédnek. Igen. Pepe!
Pepe mondjuk nem rossz. Jó. Legyen. És akkor Pepe a többi pozícióra úgyis van már BBV esetékosunk, úgyhogy szerintem Pepe... Hát, mindenhova? Jó, nem, de itt a védelemben. Ja, csatár. Úgyhogy most, már csak akit nagyon le kéne cserélni. Te nem is kaptunk ide csatárokat? És csak kapunk még egy csatárt. Mert azért egy csatár az meg jól jön, mert... Ja, nem, már kapusokat kapunk. Hát akkor viszont szívtuk szerintem. Most így rendben ne, tudok mondani. Ő nem ismerem ezt a csapatot. Tudom, hogy nagyon béna vagyok. Bayer Leverkusen. Ó. Oh. Ügyes. De senkivel nincs az hangja. Tehát, hogy akárhogy nézzük. Csak olyan spanyolosan nézett. Mandanda. Hát, neki sincs tulajdonképpen. Neki sincs. Meg Buffonnak sincs. De Buffon nagyon jó, akkor nagyon menő. Buffon, legyen Buffon. Ha, hát mit kezdjünk? Nem tudom. Valahogy ezekkel a csatárainkkal van probléma, de nagyon erősen. Szóval... Hát ez nagyjából így sikerült, elég... Ja, várjunk, még menedzserrel javíthatunk valamennyit, hogyha bedob egy nagyon jó menedzsert. Mondjuk neki őzés... Aha, 99-re rakja az összhangot. Az elég jó. Ő 98-re rakja, ő 99-re rakja, akkor viszont szerintem legyen ő. Mert ő mégis arany, meg Monknak hívják, úgyhogy jó lesz. Na mindegy, tulajdonképpen ki is alakult a csapatunk. Nem feltétlenül jó, eléggé gyatra, de van benne egy Neymar, van benne egy Payet, akinek nem örülünk, senkinek, tehát így, ja, talán Marcelónak örülünk, meg Neymarnak. És 183 lett a csapatbesorolás, ami szintén nagyon gyér. Viszont van 9 játékosunk az angol bajnokságból, 4 játékosunk spanyol nemzetiségű, illetve 10 játékosunk a BBVA ligából származik. Úgyhogy szerintem a következő videóban kipróbáljuk ezt a csapatot, valószínűleg le is fogunk velük nagyon durván szerepelni. De hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor nyugodtan nyomjátok lent rá egy lájkot. Ennyi lett volna mára. Sziasztok! Sziasztok!